Kedves testvérek, ma is találkozunk, találkozni jöttünk. Tegnap ugyan az első úgy tűnt, mintha ezt a találkozást félbe szakította volna, de én azt hiszem, hogy ez folyamatosan megvalósul. Jó együtt lenni, jó nekünk ezen a helyen, és reméljük, hogy az Úr Jézus Krisztus megdicsőrésének a helyévé válik ez a hely ma is. Énekeljük el ezt az éneket. Következő énekünkkel, még az imádság előtt, készülnénk egy kicsit az ige szolgálatra, amely a süllyedésről, a mélybe jutásról szól. Ez egy mélyből kiáltó embernek az éneke, imádsága. És megkérdezném, hogy ki az, aki ismeri ezt, emelje fel a kezét. Jó. Úgy látom, hogy nagyjából férfiak és nők egyenlő arányban ismerik, akkor azt tudjuk kérni, hogy az első mondatot énekeljék most először a férfiak, a mélyből hozzá császolom, és a választ biztos kegyelmez ezt a diva asszonyok. Aztán, hogyha egy kicsit előre megyünk a következő diára, segíts, segíts, ne hagyj, ne hagyj, ugye a vízhangot tegye, hogy énekeljék most az asszonyok, a nők az első részben. A második versnél ott fordíthatunk rajta, de egyre ne csináljunk zavart, úgyhogy végig a férfiak kezdik és a nők felelnek rá. Jó? A mélyből hozzád százalom, Krisztus kegyelmez. A bajban lelkem társalom, próbáljuk meg akkor tovább. Ha arcod fényét elfedel, Krisztus kegyelmez. De újból szólíts Istenem, Krisztus kegyelmez. Segíts, segíts, ne hagyd, nézd rám, tör a bűn már. Te hagyd, te hagyd, erőd, erőd, Krisztus kegyelmez. Ha I
szépen, most az imádság következik, majd még egyszer elénekelnénk az ige hirdetés előtt is. Szeretettel köszöntök mindenkit az apostol szavával. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyántól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon örülök, hogy a tegnapi eső nem vette el a testvérek kedvét attól, hogy újra eljöjjenek. Nem gondolják azt, hogy ma is, aki kijön, az csak megázik. Hanem együtt vagyunk, itt vagyunk, és Istenre akarunk figyelni. Sőt, úgy tűnik, hogy gyarapodunk. Kucsoljuk össze a kezünket, és imádkozzunk azért, hogy valóban gyarapodni tudjunk mindannyian lélekben és igazságban. Mennyei Atyánk, te látod a mi életünket, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy a toppon vagyunk, a csúcson vagyunk, és mégis süllyedünk. Mégis azt kell átélnünk, hogy ha meglátjuk magunkat, megtapasztaljuk, hogy azt gondoltuk, hogy állunk, és mégis elesünk, elbotlunk, hozzád jöttünk, te siess a mi segítségünkre, adj nekünk alázatot, adj nekünk bűnbánatot, megújulhasson az életünk, és te állíts bennünket szilárd talajra. Így jövünk hozzád, üres kézzel, mert tudjuk, benned van minden kincsünk. Szeretnénk kitárni a mi egész életünket előtted, hogy a te szent lelked jöjjön, áradjon, és megújítson bennünket. Egyen-egyenként, és gyülekezetekben is. Kérünk a te kegyelmed, legyen jelen velünk ma este is. Amen. Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma az evangéliumból az élő Isten, a Máté evangéliuma 14. fejezetének 22. versétől szól, egészen a 33. versig, tehát a Máté evangéliuma 14. fejezetének a 22. verséhez nyissuk ki az evangéliumot, és alázatos szívvel ülve maradva hallgassuk végig ezt a részt a Bibliából. Jézus azonnal kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot.
Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hánykolódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükbe felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őt, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Mire ő így szólt, jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és ezt mondta neki, kisítő, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. A hajóban levők leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Kedves testvéreim, egy pár mondatba szeretnék visszatérni arra, amit a tegnap elmosott az eső, és szeretnék arra is visszatérni, hogy azért egy kicsit így vezérponal szerint lássuk Péter megtérésének a történetét, mert ez az evangelizáció sorozat arról szól, ahogy az Úr Jézus a maga módszereivel, az ő módszereivel hitre akarta juttatni a vele való élő kapcsolatra Pétert, először a tagadása által, aztán a tegnap este az élete üresség által, és ma este hallani fogjuk, ahogy az Isten az ember életébe és a Péter életébe is felhasználta a vihart. Mert nagyon sokszor az Isten, amikor sok embernek ott van, hogy üres az élete, üres a hálója, sok ember megtagadja Jézust, hátat fordít az Istennek, nyomorultul, elesettennél, és testvérek, mégse tér meg az Istenhez. Mégse akar odafordulni az Isten kezéhez. Tudjátok, az édesanyám kalotaszegi népviseletbe járt mindig. És amikor rossz voltam és meg akart verni, tudjátok, hogy hogy úsztam meg a verést? Oda bújtam mindig édesanyám szoknyájába. Az édesanyám haragja elől az édesanyám szoknyájába menekültem. És amikor az arcomat befúrtam az édesanyám szoknyájába, abba maradt a verés. Nem még ütött többet a kéz. És az Isten ítélete elől sincs hova menekülj. Egyedül csak az Isten kegyelméhez menekülhetsz. Egyedül csak az Istennek a szeretetéhez menekülsz, és sokakat meg kell győzzön a vihar. Kérték ma tőlem, valaki kérte azt, hogy meséljem el az én életemből, hogy törik össze az én. Meg hogy meséljem el azt, hogy telt meg az életem, és hogy adott nekem az Isten az ő teljesség által győzelmet az én életembe, meg hogy beszéljek arról is konkrétan, hogy az életünkben, a családomban milyen viharok voltak, és hogy sikerült felülemelkedni annyira, hogy a fizikának a törvényei nem parancsolnak, testvérek, mert van ilyen eset, amikor a fizikának a törvénye le kellene merülj, a fejszáj le kellene merüljön a víz tetején, és azt látjuk, hogy a fejszáj úszik a vizen. És Péter tud járni a vizen, és nem köti semmi, és nem húzza le semmi ebbe az életbe, hogy sikerül ezt, testvérek. Az én tagadás, az én énemnek a meghalása, testvérek, akkor történt, amikor Berekfürdőről hazatértem abba a gyülekezetbe, ahol 2 évig Isten nélkül szolgáltam. És a gyülekezet látta az addigi múlató életemet, látta az addigi világi életemet, és ugye ők nem tudták azt, hogy velem itt mi történt azon a héten.
És ezt meg kell vallani az emberek előtt, hogy volt egy találkozásod, hogy megváltozott az életed, és ez velem úgy történt az énemnek az összetörése, hogy ahogy hazakerültem a gyülekezetbe Berekfürdőről megújult szívvel, szombaton érkeztem meg a gyülekezetbe, és vasárnap úrvacsoraosztás volt. És felmentem a szószékre, és elmondtam az embereknek, hogy mi történt velem a múlt héten. Hogy én találkoztam valakivel, hogy nekem élő Istenem van, hogy a bűneimet megbocsájtotta, hogy örök életet kaptam tőle, és elmondtam azt, hogy drága testvérek, én többet a Bibliámat nem teszem le boros asztalra, alkoholos asztalra, én többet ne várjatok, mert nem leszek jelen itt meg ezen a helyen, és akkor mondtam egy különös mondatot, és addig nem fogok nektek úrvacsorát osztani ma, ameddig előttetek bűnbánatot nem tartok. És mondom, megkérlek titeket, hogy kezdjétek el énekelni, én nagy Isten most előtted szívem kitárom. És ebben a pillanatban olyan csend volt a templomban, pedig 350 ember volt ott, hogy még a légy is leszálló pályán repült, amikor ezekről én beszéltem, és egy női hang belesóhajtott ebbe a csendbe, ó Istenem! Ó Istenem! De mintha nagy kiáltás lett volna a csendbe, s én erre az énekre elindultam lefele a szószékről, és kiállottam az úrasztal elé, hogy megvalljam a gyülekezet előtt a bűneimet, hogy miattam gyaláztatott eddig az ideig az Isten neve a faluba, és tudjátok, hogy abban a pillanatban mit éreztem? Láttatok Tom és Jerry mesefilmet? Amikor a macska összemegy, és kisebb lesz, mint Jerry, az egér, és az egér kezdi el kergetni a macskát. Hát ott álltam az úrasztala mellett, és egyszer csak érzem, hogy mintha gumiból lettem volna, összemegy az úrasztala így lassan, és megyek én is össze vele, és a gyülekezet pedig mellettem a padok nőnek. És ebben a pillanatban a Szentlélek megszólalt, és azt mondta, Bódis Miklós, most törik össze az éned a gyülekezetbe. Most törik össze a nagy képet, most törik össze a nagy dicsőséget, és Bódis Miklós tud meg, hogy az Isten országa most kezd elindulni a faluba. Mert eddig ott állottál az ajtóba, és te nem mentél be, és más se engedtél bemenni. És testvérek, érdekes módon, ezután elkezdett megtörténni az, ami addig különösen nem. Elkezdtek megtérni emberek a gyülekezetbe. Miért nem tértek meg addig? Mert nem engedte az ego. Mert nem engedte az ego. Össze kellett törjön az énje a lelkésznek. És az Isten országa a te életedbe is és a környezetedbe is akkor kezd nőni, amikor az egód, az éned összetörik. Aztán, kedves testvéreim, hát ennek a megtérésemnek az egyházi vezetőim nem nagyon örültek, és egy 2 éves meghurcolás után száműztek egy olyan vidékre, ahol hallottam a túlsó szobába, hogy beszélték, hogy a családommal éhen halok. És azon az estén, amikor megkaptam a kihelyezésemet, ott vannak az albumban a fedél nélküli templomok, meg írja, hogy 1-2-3 lelkes gyülekezet, Erdélyben nekem van a legkisebb gyülekezetem, legkisebb gyülekezetnek vagyok a lelkésze, és azon az estén, amikor megkaptam a kihelyezést, hogy ide kell menjek erre a vidékre, akkor a bibliaolvasó vezérfonal szerint segítségül jött az Úr. És azon az estén, március 1-én 2000-ben ezt az igét kaptam, Jákob, Jákob, így szól az Úr, és azt mondja Jákob, hogy Uram, itt vagyok. És azt mondja Isten, ne félj oda alá menni, mert én veled megyek. És azon az estén, ahogy olvastam az igét, az Isten az asztal mellett azt kérdezte, Bódis Miklós, elég neked az, ha én a mindenható Isten megígérem azt, hogy veled fogok oda lemenni a románok közé. És azt mondtam, hogy Uram, nekem ennél több nem kell. Nekem ennyi elég.
és kötöttem egy szövetséget az Istennel, testvérek. A szövetség az volt, hogyha minden nap ad egy, minden hétre ad egy doboz Delma margarint nekem, és minden napra ad egy veknit, egy zsemlét a négy tagú családomnak, Uram, én akkor nem foglak megtagadni. És testvérek, március 30-án 15 év telt el, hogy ott vagyok. És nézzetek meg! A cipőm nincs elszakadva, és a ruhám nincsen elnyűve, és tudjátok, 15 éve nézem az asztalt reggel, délbe, este, még egyszer sem volt csak Delma margarin az asztalon. Tudjátok miért? Mert hűséges az Isten. Nekem olyan Istenem van, aki nem hazudik. És szeretném ma nektek elmondani, drága hívő testvérek, hogy a gazdasági válságok nem a hívőknek szólnak. A gazdasági válságok és Európában a krízisek nem az Isten népének szólnak. Azoknak szólnak, akik Isten nélkül járnak a világba. Az Isten népének tudjátok mi szól? Az ígéretek. És az ígéret azt mondja, a halmok megrendülhetnek. És a hegyek összeomolhatnak, de az irántad való hűségem az meg nem rendül. Az Isten nem hazudik. Az Isten, amit egyszer megígért, hogy gondoskodik rólad, gondoskodni fog, testvérek. Csak tudjátok, sokszor nagyon nehéz hitből élni, hitben élni, és az én életemben is jött egy kísértés, ami úgy védett meg tőle az Isten, hogy tőlem mindig azt kérdezik emberek, hogy Miklós testvér, te hogy tudsz győzedelmeskedni a bűn fölött? És erre én mindig azt válaszolom, hogy tudjátok, testvérek, hogy valaki meghív közületek vacsorára, és idáig jól lakok töltött káposztával. És utána találkozok valakivel, és az azt mondja nekem, hogy tiszteletes úr, egyék meg már még egy töltött káposztát, és én azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem kell, mert tele vagyok idáig. Testvérek, ha nem üres a hálót, ha reggel úgy léped át a küszöböt, hogy ezzel vagy tele, ha reggel az Istennel való beszélgetésed és kapcsolatodnak a szentségéből lépsz ki, akkor tudjátok, napközben jön az ördög, és azt mondja, figyelj csak, a másik felesége szebb, mint a tied. És te erre azt mondod, köszönöm szépen, én idáig vagyok töltött káposztával, én szeretem a feleségemet. Nem kell a másik. Jönnek és ajánlanak neked egy kereseti lehetőséget, csak azt mondják, hogy nem elég tiszta az út. Nekem testvérek, ebben a helyzetben, amikor azért tettek oda, hogy éhen halok, rá pár hónapra valaki, egy román ember hív engem telefonon, és azt mondja, hogy Miklós testvér, szeretnék veled találkozni az Őraja Boldogfalvi templomnak a kapujába. És mondom, hogy jó, lemegyek akkor beszélgetni, és azzal fogad engem a templom ajtajába, hogy Miklós testvér, szeretnél havonta 1000 eurót keresni? És mondom neki, miért, ki nem szeretne? Csak egy a kérdésem, mit kell tenni? És rám néz, és azt mondja, hogy tekintély vagy a románok előtt, rád hallgatnak a románok, azt kell tenni, hogy evangelizáció után 5 percben meg kell győzni a testvéreket, hogy bécsi irányítással nyitottunk egy biztosító társaságot, és hogy az autójukat, a házukat, az életüket biztosítsák be. Na mondom, tudod mit? Ha nekem adódik 5 perc evangelizáció után, hogy én biztosításról beszéljek valakivel, akkor én aval arról a biztosításról szeretnék beszélni, amit ott kötnek fenn. És egyetlen egy dologra válaszolj nekem. Ha a bécsi biztosító társaság 2 év múlva meglép a testvéreid pénzével, hogy nézel még a szemükbe?
összecsapja a kezét, a mindenit, ha én is így tudnák élni. És mondom, miért nem tudsz így élni? Miért vagy telhetetlen? Miért kell neked görbe út? 2 hét múlva felhívott telefonon, és azt mondja, hogy Miklós testvér, meggondoltam magam, abba hagytam. Mondom, jó, hogy megjött az eszed. Kedves testvérek, ha nem vagyunk ezzel tele, és üres a háló, és nem vagyunk betelve idáig, az Isten örömével, az Isten békességével, na ilyenkor kerülünk, testvérek, devizahitelbe. Tudjátok, miért vannak a devizahitelek? Persze, sokan azt mondjátok, a zsidók miatt. Sokszor nem tudom, hogy Iránba járok, vagy Magyarországon. Ma a zsidók a hibásak mindenért. Meg a multik. Testvérek, a multik már régen mentek volna Magyarországról, ha nem lenne telhetetlen szíved. És annyira nyújtózkodnál, csak amennyire ér a takaród. Csak az a probléma, hogy nagyobbra akarsz nyújtózkodni, mint amennyire a takaród ér. És testvérek, tudjátok, hogy miért vannak az eladósodott életek? Mert telhetetlen a szíved. Mert telhetetlen a szíved. Olyan hálás vagyok, testvérek, hogy Etelka a feleségem, aki szeretett volna itt lenni veletek, csak a múlt héten a románok meghívtak Németországba, a diaspóra románok ott szolgálni, több 100 000-en vannak kint Németországban, és azért nem tudtuk, hogy mennyire fárasztó a 2x16 órás út oda meg vissza. És szeretném nektek elmondani, hogy amikor Romániában először megnyílt a metró, hát mi soha nem láttunk metrót addig, én 21 éves voltam, mikor megettem az első banánt. Nem tudtam, hogy mi az, azt mondtam, olyan íztelen, mi ebbe a pláne. Meg az első csokoládét, hát akkor nyírtak meg a határok. És megnyílott a nagy metró, és elhatároztam a feleségemmel, hogy elmenjünk, nézzük meg, milyen a metró. És már az első dolog az volt a különös, hogy nem akartak bennünket beengedni. Mióta a Jézusé vagyok, már azért van egy pár hely, ahol nem akarnak beengedni, nem tudom, hogy miért. És mentünk, és valami kártyát kértek. Hát én azt mondtam, nézzétek, nektek van árutok, nekem meg pénzem, ha akarjátok, hogy eladjátok, és beengedtek. Jó, ha nem, kártya nincs. És akkor ott volt egy úr, egy férfi, és azt mondja, hogy hát nekem van egy kártyám, jöjjenek be velem. És akkor bementünk a metróba, végignéztük a polcokat, meg mit, csak átadtuk a szánkat, hű, ez igen. És ahogy jövünk ki a metróból, odaérünk a kasszához, és akinek fizetni kell, belenéz a kosarunkba, és azt mondja, hogy bocsánatot kérek maguktól, 500 forint alatt nem ver a kassa. Mi is belenéztünk a kosárba, a feleségem a polcról levett 2 rágógumit, beletette, 500 forinton felül lett, vert a kassa, és hátrafordultam így, és azt mondtam, Uram, hálát adok neked, hogy ami itt van nekem, nem kell. Én olyan jól megvagyok nélküle, testvérek, figyeltétek, hogy mi hogy készülünk a krízisekre? 1 liter olaj helyett 40-et veszünk. Jön a gazdasági válság, 1 kiló cukor helyett 20-at veszünk. Jön a krízis, 1 kiló liszt helyett 60-at. A gazdasági válság nekünk mindig úgy jön, hogy mindig telehalmozott kosárral jövünk ki az üzletből, mert jön a gazdasági válság. Tudjátok, mit ír Izraelről a Biblia, hogy mi volt az egyik bűne? Zúgolódtak a sátraikba, potyogott a mézes pogácsa, cikcakba repültek a pusztába a fácánok, és minden nap fácánhúst tettek, meg tiszta vizet, és azt mondja az ige, zúgolódtak a sátraikba. Tudjátok, hogy a gyermekeitek miért mennek Ausztriába, meg Németországba, meg Londonba? Mert nem mondjátok el neki azt, hogy Magyarországon mióta van ez az ország, annyi kenyér nem volt soha, mint most. És nem mondjátok el nekik, hogy annyi ruha nem volt soha, mint most. És hogy nem lehetett annyit enni soha, mint amennyit most. Ők mindig azt hallották tőled, hogy nem jó, nem elég, nincs, több kellene.
zúgolódás a sátorba, a kérdés, meddig tűri az Isten? Meddig tűri az Isten? Drága testvérek, tudjátok, hogy mikor van vihar a Bibliában? Amikor a tanítványokról azt írja az ige, hogy nem okultak a kenyerekből, mert kemény volt a szívük. A Bibliában két kenyér megsokasítási csoda van. Egyszer az Úr 4000 embernek sokasít kenyeret, másodszor meg 5000 embernek. És mind a két kenyér megsokasítási csoda után jön a vihar. Mert a Biblia azt mondja, nem tanultak a kenyerekből. Mert kemény volt a szívük. Mit kellett volna tanuljanak a kenyerekből, testvérek? Tudjátok mit? Családommal Paraljra szoktunk járni, nyaralni az ottani sóbányába, és van egy kedves család, Bözsi néni, ő katolikus, Karcsi bácsi, református, már hazament az Úrhoz, és egy este kiültünk a gyönyörű Muskátlis udvarára, és elkezdett mesélni az öreg. Azt mondja, tiszteltes úr, 40 évvel ezelőtt, mikor odajöttem erre a telekre Bözsi nénivel, volt egy lábosunk, két kanalunk, volt egy asztal, két szék, és ennyivel jöttünk ide. És nézze meg, a fiamnak házat építettem, autót vettem, nekem itt van a házam hátul Bözsi nénivel, három szoba fürdőszobával a vendégeknek, tehén, jó, minden, hát kis kert, virágos kert, gyümölcsös kert. És mondom, Karcsi bácsi, látja, ez a kenyér megsokasítási csoda. Azt mondja az öreg, ha 40 évvel ezelőtt azt mondja valaki, hogy én ezt elérem, intettem volna, hogy baj van a fejével. Testvérek, ma is van kenyér megsokasítási csoda, menj csak haza, s nézd be a kamrádba. És nézd be a pincédbe, és nézz széjjel az udvarodon, és a kertedbe, és a házadba, és gondolkozz el azon, hogy mivel kezdted. És gyere vissza, és mondd nekem azt a szemembe, hogy nincs kenyér megsokasítási csoda. Csak testvérek, tudjátok, hogy mit ír a Biblia? Az emberek látták a kenyér megsokasítási csodát, de az áldásból nem okultak. Nem okultak az Isten áldásából, abból, hogy van, mert az ige azt mondja, kemény volt a szívük. A rómaiakhoz írt levél azt írja, hogy avagy nem tudott-e ember, hogy téged az Isten jósága, mire kell ösztönözzön, testvérek? Amen. Megtérésre. Testvérek, a református egyháznak van egy hitvallása, a Heidelbergi KT, és három részre van felosztva. Az első szól az ember nyomorúságáról, a második az ember megváltásáról, és a harmadik a háládatosságról. Mit gondoljátok, a megtérést hol tárgyalja a három pont közül a KT? Mondom, nem az ember nyomorúságánál, pedig sokszor az ember a nyomorúsága miatt kellene megtérjen, nem? Nem az embernek a megváltásánál, hanem a hálánál. Istenhez megtérni nem félelemből kell. Istenhez megtérni nem a pokol rettegtetése miatt kell megtérni, hanem Istenhez hálából kellene megtérni, testvérek. Avagy nem tudod, hogy téged az Istennek a jósága arra kellene indítson, hogy odafordulj az Istenhez. És azt mondja az ige, nem okultak a kenyerekből. És testvérek, ekkor mindig jönnek a viharok. Ha nem tanulsz a kenyerekből, akkor tanulni fogsz majd a viharokból. Két évvel ezelőtt Marcaliba evangélizáltam, és március 15-e volt, és március 15-ére hát illik az önkormányzatnak elmenni templomba. Eljött az önkormányzat az istentiszteletre, meghívták a tanítókat, a tanárokat a városból, és azon az estén evangélizáltam is, elmondtam egy történetet, hogy Margita mellett egy kis faluba, Tótiba szolgáltam, és az ottani szolgálatom alatt a parókián vezették a gázt meg a vizet.
És egy ilyen régi módú bácsi volt a szerelő, és törték a falat, hogy a csöveket vigyék át, és nem tört a fal. És amikor mindig ilyen akadály volt, hogy a fal nem tört, akkor a kis öreg bácsi mindig nyugodtan, csendbe ránézett a lelkészre, és azt mondta, hogy tiszteltes úr, ne nyugtalankodjon, jön Samu és segít. Mind néztem, hogy ki lehet az a Samu, aki segít, hogy átvigyék a csövet a falon, hát kiderült a 10 kilós vaskalapács. Nem megy a cső, tiszteletes úr, jön nyugodtan, Samu jön, és segíteni fog. És vége van az evangelizációnak Marcaliban, és tudjátok, ilyenkor mi szokott történni? Egy órán belül fenn van a YouTube-on. És lehet lájkolni, tetszett, vagy nem tetszett. Megkente az oldalamat? Jó esett? Vagy megítélt? Tehát mi már oda jutottunk, hogy lájkoljuk az igét. Megengedjük magunknak, jól mondja az Isten, vagy nem jól mondja az Isten. Ismeritek azt a prédikációt, amelyet 450-en lájkoltak így? És egy így. Nem? A Kármelen történt. 450 Baál próféta így lájkolt. Nem jó. Illés, nem jó, amit csinálsz. Egy volt ő, aki így lájkolt. És az a fontos. Testvérek, én Budapestre nem udvarolni jöttem. A gimnáziumba. Katolikusoknak, meg evangélikusoknak, meg reformátusoknak. Én Budapestre azért jöttem, hogy az igazságot mondjam a Bibliából. Aztán ti lájkoljátok, ahogy akarjátok. És testvérek, hazamentek az evangélizációról, és az egyik tanárnő lájkolja, és a következőt írja a YouTube-on a prédikáció alá. Nagyon szép volt ez az este, de én nem változok. Ismerős? Nagyon vagány volt a fák alatt, jó idő volt, nem vert el az eső, még az ige is jó volt, de én nem változok. És mondom a lelkésznek, megkérlek, írd oda válaszként alul, de jön Samu. De jön Samu. Testvérek, lehet úgy megyünk el egy-egy evangelizációról, meg ige hirdetésről, szép volt, de én nem változok. Csak hogy tudjátok, jön Samu, és mikor 60 centi vastagbelet kiszednek az emberből, meg egy vesét, mindjárt másképp gondolkozik az üdvösségről. És testvérek, ha nem okulunk a kenyerekből, akkor okulni fogunk a viharokból. Nem véletlenül vagy itt ma este. Tudod, hogy miért nem? Mert életre vagy elhívva. Mert az Isten kiválasztott, és azt akarja, hogy üdvösséged legyen. Ezért vagy ma este itt. Azt akarja, hogy örök életed legyen, és nézzétek meg, amikor az asszony a házba nem kapja a 10. drakmát, akkor eléveszi a seprűt. De akkor is meg fogja kapni a 10. elveszett drakmát. És amikor a pásztor nem kapja az elveszett juhot, akkor a 23. Zsoltár azt mondja, hogy a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Testvérek, van vigasztaló bot is, amivel az Isten meg akar keresni, és egyszer majd rájössz arra, hogy a viharban nő volt ott. Az első vihar a Bibliában így végződik, az történik, hogy kitör a vihar, és a hajóban ott van Jézus, és alszik. És a tanítványok a viharba felkeltik, és azt mondják, hogy Uram, hát nem törődsz vele, hogy mi elveszünk? És felkel Jézus, kinyújtja a kezét, és ráparancsol a szélre, meg a tengerre, meg a habokra, és azt mondja, hogy legyen csend. És ebben a pillanatban, ahogy 17 évvel ezelőtt Bódis Miklósnak a szívébe, az ő szavára csend lett. Egyből elült a szél. Elcsendesedtek a hullámok, és tanítványok összenéznek, és azt kérdezik, hogy ki ez, hogy a vihar hallgat rá? Hát biztos Obama, meg Angela Merkel, meg Tony Blair. Azok a hurikánokat le tudják állítani. Hát ki lehet? Vajon ki?
aki parancsol a tengernek, meg a haboknak, meg a szélnek, meg a hullámoknak. Ki ez? Kérdezik. És jön a második vihar, testvérek, és a második viharban nincs ott Jézus a hajóban, hanem hozzájuk megy a vizen. És a tanítványok megijednek, mert ők ilyet még nem láttak. Jézus szokatlan módon közelít hozzájuk. Ne félj, ha Jézus szokatlan módon közelít hozzá. Elkezdenek kiabálni, azt hiszik, hogy kísértetet láttak. És Jézus azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És Péter még akkor se hiszi. Azt mondja, Uram, ha tényleg te vagy. Ha tényleg te vagy az, akkor mondd meg nekem, hogy én menjek hozzád a vizen. És Jézus azt mondja, Péter, gyere. És Péter elindul, és amíg Jézusra néz, addig jár a vizen. Igen, ám csak egyszer leveszi a tekintetét Jézusról, és elkezd süllyedni. És amikor elkezd süllyedni, kétségbe esik, megijed, és kiállt egyet, Uram, ments meg, mert ha nem elveszek. És annyira szeretem az igében, azt írja Jézus, azonnal kinyújtotta a kezét. Nem mondta azt, hogy tudod mit, Péter, az én nyakaj vagy hármat a tengervízből, a jó sós vízből. Nézd meg, hogy milyen az, amikor nem rám figyelsz. Azonnal, én annyira szeretem ezt az igét, testvérek, a Bibliába, hogy, mert ez igazolja, hogy a megtérés az nem egy folyamat. Amikor a vérfolyásos asszony megérintette Jézus ruháját, a Biblia azt mondja, azonnal érezte, hogy meggyógyul a bajából. Amikor Jézus megérintette a leprás, nem azt írja a Biblia, hogy folyamat, hanem azonnal letisztult a leprásról a lepra. Amikor Jézus megállott a Péter anyósánál, és az lázas volt, és szólott egyet, azonnal elhagyta a Péter anyósát a láz. Ha ma este megérinted Jézust, azonnal meggyógyulsz. Azonnal meggyógyulsz. Ha megszólítod őt, azonnal jön. Nem várakoztat, és azonnal üdvösséget ad. Csak annyi kell, hogy megérintsd. Annyi kell, hogy kérd, hogy érintsem meg, hogy tisztuljon le rólad is a bűn, a lepra. Azonnal utána nyúlt, és kiúszta, és azt kérdezte, kicsinyítő, miért kételkedtél? Drága testvérek, teológusok vitatkoznak, mert nem tudják ezt jól fordítani, ezt a kiáltást a mélyből, és azon vitatkoznak, hogy vajon mit kiáltott Péter, hogy Uram, tarts meg, vagy Uram, ments meg. És hadd mondjam el, hogy mind a két fordítás helyes, azért, mert aki itt ma este úgy van, hogy el van veszve Isten nélkül, annak azt kell kiáltsa, hogy Uram, ments meg, mert ha nem, elveszek. És aki pedig már hitre jutott közületek, és ma este úgy hallgatja az igét, annak azt kell mondani, hogy Uram, tarts meg, mert ha nem tartasz meg. Testvérek, én megvallom, hogy nekem ma is ugyanúgy szükségem van Jézusra, és szükségem volt, mint azon a napon, amikor megtértem hozzá. Ha nem tart meg, van egy történetem Bukarestben, az állomáson valaki viszi a nagy bőröndöt, és egy ilyen pad mellett áll, és a mikrofonba bemondják, hogy el kell rendezni valamit, és ott hagyja a bőröndöt a pad mellett, és imádkozik, és azt mondja, hogy Uram, arra kérlek, hogy egy negyed óráig, ameddig elmegyek elrendezni a dolgomat, őrizd meg a bőröndöt. És elmegy, visszatér egy negyed óra múlva, ott van a bőrönd a pad mellett, senki nem vitte el, és akkor megáll, és azt mondja, hogy Uram, köszönöm, hogy megőrizted a bőröndömet, mostantól én is tudok rá vigyázni. 3 perc múlva ellopták a bőröndjét. Drága testvérek, a bajba azt mondjuk, hogy Uram, ments meg, mert ha nem, elveszek. Megment, aztán azt mondjuk neki, na most tudod, Uram, már én is tudom, hogy hogy kell csinálni. Dehogy tudod? Dehogy tudod? Minden nap, a mai napon is szükséged van a Názáretire. Szükséged van Jézusra, mert nála nélkül nem tudsz győzni. És testvérek, ez a történet azzal fejeződik be, hogy a tanítványok letérdelnek a hajóba, és azt mondják, hogy bizony Isten fia vagy. Tudjátok, testvérek, hogy mit mondok én erre? Minden vihart megér ez a felismerés.
Minden vihart megér az életedbe az, hogy eljuss erre a pontra, hogy kimond, bizony Isten fia vagy. Ez a problémája Magyarországnak és a magyar nemzetnek, hogy nem ismeri az Isten fiát, az élő Isten. Ezért megyünk Csíksomjóra, ezért megyünk Mária Pócsra, ezért máriázunk, ezért szentantalozunk, ezért szentjobbozunk, meg szentbalozunk. Testvérek, mert nem ismerjük az élő Istent, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Nem volt vele találkozásod, nincs a bűneidnek bocsánata, és nincs örök életed. Nem térdeltél le még a csónakodba, és nem mondtad ki azt, hogy bizony, te vagy az Istennek a fia. És testvérek, addig, ameddig ez nem történik meg, addig tudjátok, hogy mik vannak? Bálványaink vannak. Nem tudom, hogy hányszor van leírva ez a Bibliában ez a mondat, hogy akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Isten. Amikor kihozlak majd Egyiptomból, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Isten. Amikor kihozlak a vaskohóból, amikor én népem a sírból kihozlak, és húst, meg inakat, meg bőrt rakok, látok, akkor ti megtudjátok, hogy én vagyok az Isten. Tudod-e azt, hogy az Isten az Isten? Meg vagy-e győződve, hogy ő az élő Isten? Mert ha igen, akkor nincsenek szeretőid. Akkor őt szereted, akkor őt követed, aki az életedbe egyedül tud szabadítani. Tudod-e, kihozott már a sírból? Megtértél már a bűneidből? Van-e üt bizonyosságot? Tudod, hogy az élet után hova mész? Hol áll meg a vonatod? Hol áll meg a vonatod? Testvérek, azok, akik nem tudják, hogy az Úr az Isten, azok járnak Magyarországon hülyeségek után. Meg azok járnak halott idézőkhöz, meg azok mennek halottakhoz imádkozni, akik nem tudják, hogy az élő Isten az Isten. Erre kellene eljutni, és ezért vannak a viharok az embernek az életébe, mert az Isten erre a felismerésre és erre a megismerésre akar eljuttatni benneteket, és erre a megismerésre akarja eljuttatni ezt a népet. Drága testvérek, 2008-ban a feleségem leesett egy számítógép asztalról függönyrakás közben, és úgy ütötte oda a fejét a padlózatba, hogy a dévai kórházba kapott egy injekciót, és azonnal kómába került. És amikor visszatért a kómából, elveszítette a jobb kezét, nem működött a jobb keze, elveszítette a látását, 2 év alatt lassan jött vissza a látása, és ő, aki kántor mestersége van, elveszítette teljesen a hangját, azt mondták, hogy újra meg kell tanítsam beszélni majd. És nagyon kritikus állapotba elszállították Kolozsvára, és Kolozsváron az első dolog az volt, hogy leborotválták teljesen kopaszra. Azóta a feleségem minden asszonytól megkérdezi, hogy hálát adtál a hajadért. Mert kedves asszonytestvérek, lehet, hogy nem tetszik nekünk, hogy milyen a színe a hajunknak. Meg hogy áll a hajunk? Tudjátok, 70 nap alatt még a feleségem az onkológián volt. Hány nőt láttam haj nélkül, mell nélkül, méh nélkül? Megkapva egy papíron a halálos ítéletet, hogy még van 3 hetet. Meg még van 6 hónapot. És a folyósón ott estek össze, mert elolvasták az eredményt, és nem volt Istenük, akihez kiáltsanak. És a feleségemet leborotválták, kinyitották a koponyát, megműtötték az agyát, és aztán hazaküldtek Hátszegre a kórházba rehabilitációra, de ott nem értettek a dologhoz, és rosszabb lett,
és nagyon kritikus állapotban mentővel vissza kellett menni Kolozsvárra, ahol műtötték. És az első dolog az volt, hogy az orvosok betették ebbe a kazángépbe, ez az erem, hogy nézzék meg, hogy mi van. És délután 3 órakor kellett menni az eredményért, és bementem a laborba, és kaptam 2 borítékot. Az egyikbe egy CD-n lefilmezve az agy, és a másikba egy írás az eredmény. Kijöttem a laborból, és gyorsan az első borítékot kinyitottam, hogy olvassam, hogy mi van, és az ott lévő, folyóson lévő emberek látták, hogy baj van, elsárgultam, a térdeim összeverődtek, mert a borítékban az volt beírva a jelentésbe, hogy a daganatok az agyra visszanőttek. És tudtam, hogy ha ezek visszanőnek, akkor lehet műteni 4-szer, 5-szer, 6-szor újra vissza fognak nőni. És ezzel a teherrel felmentem a feleségem szobájába, és az ablak mellé letettem az asztalra a 2 borítékot, és oda mentem a feleségem ágya mellé, és az én módom szerint elkezdtem jópofáskodni, meg viccelődni, hogy ne lássa, hogy mi van benne. De hát május 10-én leszünk 50 éves házasok a feleségemmel, 25 éve feleségem ős, én 25 éve vagyok a férje, úgyhogy 50 éves házassági évfordulónk van. És hát ismer engem már annyira a feleségem, hogy nem tudom átverni, még ha akarom se. És rám néz, és azt mondja, hogy Miklós, megkérlek, hogy védj fel az öletbe, és vigyél oda az ablakhoz, egy hónapja nem láttam embert. Tavaszodott. Csak a kórháznak a falát látom. És megfogtam az ágyból, felvettem, olyan volt, mint egy kis madár. Oda vittem az ablakhoz, elkezd kinézni, és egyszer lenyúl, és azt mondja, itt van az eredmény, olvassuk el, mit írnak. És nem tudtam már kivenni a kezéből, elolvasta az eredményt, és azon a délután 3 órától letérdeltem az ágya mellé, és imádságba felkészültünk a legrosszabbra, elmondta, hogy hova temessem, hogy hogy neveljem a kislányainkat. És ezzel a teherrel 7 órakor mentem a főorvoshoz, aki az operációt végezte. Kiálltam a hosszú sort, fáradtam, keserű szívvel beérkeztem a szobájába, és az asztalára letettem a 2 borítékot. Ott ült a számítógép előtt, elvette azt, amin a CD volt, betette a számítógépbe, és ebben a pillanatban a képernyőn megjelent az agy. Elkezdte forgatni az agyat a képernyőn, és én, mint a nagy agyspecialista, lehajoltam, hogy nézzem én is, hogy vajon mi van ott. És ebben a pillanatban a hátam mögül jön egy hang a lelkiismeretemen keresztül, Bódis Miklós, te most ne az internetet nézd. Neked most nem arra van szükséged, hogy az internetet nézd. Nézz fel! Nézz fel! Hát hova nézzek, uram, fel? Hát este 9 óra van, sötét van. Mire nézzek fel? Jött a hang, de nézz fel! És elkezdtem felnézni, és abban a pillanatban az orvos szobájának az ablak rámáján kirajzolódott a kereszt. Mert nézzétek, csak mindig, amikor valahova felnézel, meglátod ott azokon a háromszöges ablakokon, nézd csak ott a kereszt. Csak fel kell nézni. És ahogy nézek fel és nézem, egyszer csak eszembe jut, hogy az izraelitákat mérges kígyó csípte meg a pusztába. És testvérek, mikor megcsíp a mérges kígyó, még hány perc van hátra? Hány óra van még hátra? És Isten azt mondta, Mózes, emeld fel a póznát a pusztába. Az éjsz kígyóval. És akit megcsípett a kígyó a veninnel, a méreggel a testébe, mert itt marad halálunkig, testvérek, a méreg, amivel a kígyó megcsípett, de van valami, ami hatástalanítja a mérget. Mózes, emeld fel az oszlopot, és aki feltekint,
És Jézus egy este azt mondta Nikodémusnak, Nikodémus, ahogy Mózes csinálta, úgy fogják felemelni az emberfiát a Golgotán, hogy aki hisz benne, hogy aki felnéz. Testvérek, ha nincs út előre, ha nincs út jobbra, ha nincs balra, ha el vagy keseredve, hogy le van hajtva a fejed, ne felejtsd el, hogy még van egy megoldás, fel lehet nézni. Nézz fel! Mert ott van a megoldás. Nyitva van még egy kapu. És ahogy elkezdtem felnézni, eszembe jutott, hogy azt mondta, így emeltetik fel az emberfia, hogy aki felnéz és hisz benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És egyszer csak jön egy hang mellőlem. Igen, itt minden rendben van. Lenézek, a főorvos. Azt mondja, itt minden rendben van. Mondom, doktor úr, még van egy boríték, tessék már kinyitni. Az asztalon olvassa már el, hogy mit ír benne. Rám néz így az orvos csodálkozva, azt mondja, maga kinek hisz. Jó kérdés, nem testvérek? Kinek hiszel a körülményeknek? Amit a körülmények mutatnak otthon, a házadba, a családodba, a gyermekeid életébe? Miben hiszel? És azt mondja, itt minden rendben van. Fél év múlva visszatértünk vizsgálatra, és ahogy állunk a folyósón és várunk a sorunkra, egyszer csak egy ezredes katonaorvos kijön, és oda jön hozzánk, és azt mondja nekem és a feleségemnek, tiszteletes úr, én emlékszek magukra. Én írtam a borítékba, amit írtam. És szeretném elmondani maguknak, hogy ott volt. Nem írtam hülyeséget. És mondom, doktor úr, elhiszem, hogy volt, mert a hematológián ott meg azt állapították meg, hogy a feleségem vérébe 47%-os mérgező anyag van, és azt mondták, hogy 100%-os Hodgkin-kor, ami elvitt Antal Józsefet. Készüljünk fel arra, hogy 3 hetet töltünk ezután az életünkből otthon, és 1 hetet a hematológián, és 3 hetet otthon, és 1 hetet a hematológián, de azt mondták, hogy nyugodjunk meg, 3 év alatt le fog zajlani a betegség. És testvérek, mentünk rá 1 hónapra, és az orvos kikergetett bennünket a teremből, és azt mondta, hogy menjenek el innen, értik, hogy nincs semmi. Hát mondom, doktor úr, ezelőtt 1 hónappal azt mondta, hogy biztos halál, nem tudta feldolgozni az eredményt, hogy rá 1 hónapra a vérből eltűnt a mérgező anyag. Tudjátok, aznap mi volt az ige, amikor kiléptünk az onkológia kapuján? Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Isten neve. Testvérek, a Bódis család tudja, hogy az Úr az Isten. Az Úr az Isten. És a mi életünkben a viharok arra szolgáltak, hogy még jobban megismerjük őt. Azt mondja a Pál apostol, az a célom, hogy amikor visszajön, legyek ő benne. És megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és most jön egy fontos mondat, szenvedésében való részesedést. Na ez már nem kell. Uram, a feltámadásnak az ereje, az kell. A győzelem kell, de a szenvedésedbe való részesedés, az köszönöm, abból nem kérek. És drága testvérek, olyan hívők lettünk, valami fáj, azonnal keressük a lelki aspirint, meg a lelki paracetamolt, meg algokalmint. Ha lehet, a fájdalom 5 percen belül szűnjön meg. Akar itt valaki közületek szenvedni a Krisztusért? Senki, mi? Hát a viharok azért nem jók. A viharokból köszönjük szépen, de nem kérünk, igaz? Testvérek, első este elmondtam, hogy az életem, gyermekkorom nagy része a tengerparthoz kötött, és tudjátok, hogy mit nem értettem a tengerparton? A hullámokat. Jöttek a nagy viharok,
és 6 éves gyerekként álltam a tengerparton, és nem értettem azt, hogy hogy létezik az, hogy szélcsendben is a tenger egy határig jön ki, és amikor akkora házak jönnek, mint ez a gimnázium, akkora hullámok, mint ez a gimnázium, akkor is csak odáig jön ki a hullám. Szaladtam 6 éves gyerekként, láttam, jön a hullám, szaladtam, hogy ez engem is elvisz, meg a házakat, meg mindent, mikor visszanéztem, láttam, hogy meg csak addig a vonalig jön. És nem értettem, hogy hogy létezik, hogy szélcsendbe is odáig, viharba is odáig, és megtérésem után arra a parókiára, ahova egy fél éve, egy fél óra alatt 9 ember jött fel, 4 hónapig nem tette be a lábát senki, azt mondták, hogy nagy baj van, a pappa megment, megtért. És ez a 4 hónap volt, drága testvérek, az az idő, amikor naponta 4-5 órát töltöttem beszélgetve az Úrral, az Istennel, és átértékelte az egész teológiai nézettségemet, amit 5 év alatt tanultam az egyetemen. Mert megtanultam én a leckét, csak pálmak a damaszkuszi úton egy fordulás kellett végbe menjen az agyába. Irányváltás. És az Isten megmondta ezt az irányváltást, és érdekes módon a Jób könyvébe nekem akkor magyarázta meg, hogy miért megy a hullám csak odáig. Azt mondja Isten, amikor megteremtettem a földet és a tengert, határt szabtam a tengernek, meghúztam a vonalat, és azt mondtam büszke hullámainak, eddig jöhetsz és tovább nem. És tudjátok, mit értettem meg, testvérek? Minden bajnak van határa. Minden próbának van egy vonala. Minden viharnak van egy vége. Az Isten határt szab, és csak annyit enged meg az életedbe, amennyit ő akar, hogy az üdvösségedre váljon. Minden vihar az életedbe az üdvösségedet szolgálja. Hogy eljuss erre a felismerésre, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ha nem okulsz a kenyerekből, akkor Isten elkezd munkálkodni az életedbe a viharok által. De mindenképpen eljut. Mert azt mondja Pál, azt akarom, hogy megismerjem őt, az ő feltámadásának erejét, szenvedésében való részesedést, és jön egy fontos mondat, hogy valami módon eljussak a halottak közül való feltámadásra. Ez a cél. Hogy te eljuss az élőknek, a halottaknak a feltámadására. És erre az Istennek 2 módszere van. A kenyerek, az áldás az életedbe, és a viharok. Tudom, hogy az egyik tetszik, és a másik nem tetszik. De mind a kettő az Isten akaratát szolgálja, az Isten célját, azért, hogy amikor süllyed az ember, amikor úgy érzed, hogy elborítanak a hullámok, akkor ne felejtsd el azt, hogy valaki ott van, aki ura a hullámoknak, a szeleknek, a viharoknak, nézz fel! Nézz fel, és kiálts! Uram, tarts meg engem! Uram, ments meg engem, mert ha nem elsüllyedek! És meglátod, Jézus azonnal kinyújtja a kezét. És abból a helyzetből, amiben vagy, egyedül ő tud téged megszabadítani. A te számodra hirdetem ma este, hogy egyedül ő a megoldás az életedre nézve. És arra a teherre nézve, és arra, amivel idejöttél, egyedül ő tudja ezt megoldani. És kívánom neked ma este, hogy az Isten adjon neked benne megnyugvó szívet. Adjon neked megelégedett szívet, hogy a jóban is és a viharban is áldani tud az Úrt, az Istent. Amen. Csendesedjünk el, testvérek. Drága Úrunk, olyan sokszor éljük át az életünkbe azt, hogy kimegy a föld a talpunk alól, és süllyedni kezd életünknek a hajója.
olyan jó uram annak, akinek már ott vagy a hajójába, és tud kiáltani, hogy uram, ébredj fel, nem törődsz azzal, hogy elveszek. És olyan jó, amikor Jézus felkel és lecsendesíti a vihart, és elnémulnak a szelek, és az embernek az életébe és a szívébe békesség, bizalom költözik, hogy az Isten kezébe van a kontroll minden körülmények között. És olyan jó, amikor az ember megérti azt, hogy soha nem süllyed el az a hajó, amelyikben ott van Jézus, mert lehetetlen, hogy a te szented rothadást lásson, Uram. Lehetetlen, hogy a tenger, a mélység, a sötétség elnyelje az életet. Magasztalunk, hogy benne győzedelmeskedett az élet a kereszten. Hogy győztél, Uram, a Golgotán, és ajtót nyitottál, és mi feltekinthetünk rád, és ott van a megoldás az életünkbe, akkor, ha betegek vagyunk, ha elesettek vagyunk, ha kilátástalan az életünk, ha zsákutcába jutottunk, ha lesújt a bűn is, kifosztott bennünket és kirabolt minket. Uram, te vagy az, aki vissza tudod adni a békességünket, és meg tudsz bennünket gazdagítani. Taníts meg, Uram, a vízen járni bennünket, hogy semmi teher le ne húzzon, hogy rád nézzünk, és rád nézve tudjunk tovább menni a pusztába, a megígért föld felé, a Kánaán, az örök élet felé. És imádkozom, Uram, azokért, akik nem ismernek téged, akik keresnek téged. Imádkozok azokért, akik nem jó helyen keresnek téged. Uram, arra kérlek, hogy a lábukat igazgasd az igazságnak az útjára és ösvényére, hogy megtaláljanak téged az igazi élő Istent, és akit elküldtél, fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Áld meg ma este szívünkben a te igédet, és add, hogy a te jóságot és életünknek próbái is szorítsanak bennünket a megtérésnek az útjára, hogy valami módon eljussunk mi is a halottak feltámadására. Ezért imádkozunk, Uram, hozzád az örök életért, hogy ezt munkáld ki ma mindnyájunknak az életébe, és ezt erősítsd meg bennünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, tied legyen a dicséret, a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este ellenetek az eget és a földet, hogy én ma is az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot, a kenyeret és a viharokat. Válaszd az életet, válasszátok az életet, hogy élhessetek mind ti, mind a ti utódaitok, mind örökké. Amen. Drága testvérek, a hirdetések rendjén a részemről csupán annyit, hogy holnap este is ugyanebben az időben a záró alkalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és te is hívjál szeretettel mindenkit, akit tudsz hívni és tudsz hozni. Ugyanakkor hirdetem azok számára, akik ma este vettek részt először ezen az evangelizációs sorozaton, hogy itt a könyvstandnál egy igéskártyát szeretnék neked a kezedbe adni, vedd át, olvasd el, és engedd azt, hogy az Istennek az igéje benned ez az igéskártya által is végezze a munkáját, és kérdezz meg, hogy Isten mit akar rajta keresztül mondani. Hirdetem azok számára, akik ma este vannak először, hogy a gyerekeknek 15 éven alul, akik részt vettek az evangelizációs alkalmakon, legalább két este, tehát aki ma este van itt először, és még holnap eljön, aki két este itt van, annak hoztam ajándékba egy gyönyörű képes bibliát, tehát kérném azokat, akik a gyerekeket, akik már voltak az elmúlt estéken, és most már másodszor vannak, hogy a lelkészi hivatalba átvehetik, kérjék a gyerekbibliát,
azok pedig, akik ma este vannak, először jöjjenek hónap is, mert akkor meg fogják kapni ajándékba a gyerekbibliát. És végül, drága testvérek, hirdetem, hogy itt a könyvstandon általam hozott evangéliumi könyvek megvásárolhatók, azzal is a missziómat támogatjátok a románok között, magyarok között, Szlovákiába, Kárpátalján, tehát vegyétek ezeket a könyveket és épüljetek általa, mert ezekben a könyvekben is olyan bizonságtételek meg tanítások vannak, amik tovább segítenek bennünket az Isten útján. Isten áldjon meg benneteket, békesség Istentől, áldott estét mindannyiatoknak. Amen. Négy apróságot szeretnénk hirdetni. Holnapi napon, pénteken 10 és 15 óra között fél órás beszélgetésekre van lehetősége, ahogy azt Bódis Miklós testvérünk hirdette. Ha valaki bűnvallást szeretne tenni, szeretne együtt imádkozni Bódis Miklóssal élete megújulásáért, akkor ezt megteheti. Kérjük, hogy iratkozzanak fel a testvérek itt a könyvasztalnál. Erre a lehetőségre is. A persejek azért vannak kitéve, mert amikor meghívtuk Miklós testvért, megkérdeztük, hogy mi az, amivel tudjuk segíteni az ő szolgálatát, az volt a válasz, hogy tegyétek ki a persejt. Úgyhogy aki szeretné támogatni az ő szolgálatát a Kárpát-medencében, nem csak könyvet lehet venni, hanem a persejbe is adományokat el lehet helyezni. Ezen a héten az ő javára van, és az ő szolgálata javára van kitéve. Holnapi napon úgy készüljünk, hogy utána szeretett vendégség van, tehát mindenki szeretettel várunk majd. Én beszélgetésre a református templomnak az altemplom részébe, tehát kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, aki nem siet, nem szalad el, és szeretne személyesen is beszélgetni, akkor azok úgy készüljenek, hogy egy kis szeretett vendégségre mindenkit várunk. És végezetül, akinek imakérése van, aki úgy érzi, hogy
szeretne valakivel együtt imádkozni, akkor ott azon a fán ott hátul ki van téve, hogy ima támogatás, kérem azokat a testvéreket, akikkel megbeszéltük ezt, akkor Zoltán is, meg Marika, Zsolt, jó, hogy menjetek oda az a fához, és hogyha valaki szeretne segítséget kérni, imádkozni együtt, akkor van rá lehetőség. Tehát ne menjünk el úgy, hogy valami ott van a szívünkben, és nem visszük oda az Úr elé. Isten legyen a gyülekezet őriző pásztora. Van egy énekünk. Veronika szeretne egy éneket elénekelni nekünk a népülésünkre. Zárásképpen hallgassuk szeretettel. King.